Kapucnit viselő alak helyezte le a robbanó eszközt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári székházának utcafronti ablakára, majd hatalmas robbanás rázta meg a környéket. A február 27-i robbantásban az épület földszinti része kiégett, az emleti helyiségekben nem keletkezett kár. Rövid időn belül ez már a második támadás volt a székház ellen. Február elején már volt egy sikertelen kísérlet a központi iroda felgyújtására. Grezsa István híradónknak elmondta, számos hasonló provokáció érte a kárpátaljai magyarságot az elmúlt másfél évben, ezekkel szemben érthetetlenül állnak. Sajnos az ilyen agresszív merényletekhez vezetnek azok a cselekmények, hogy Ungváron mindenféle gond nélkül vonulhattak fel, Késhegyre a magyaroknak jelszóval szélsőségesek, és azért nem avatkoztak közbe a szervek véleménye szerint, hogy ukrán hazafiakról van szó. Ugyancsak nem avatkozott közbe a rendőrség, amikor a Beregszászi városházáról letépték a magyar trikolort feketébe öltözött maszkos emberek, vagy amikor primitív módon telepingálták a főutak mellett, hogy ez magyar föld, rossz magyar helyesírása, vagy ennyivel megúszhatták. És természetesen erre sarkalja a szélsőségeseket az a másfél éve tudatosan szervezett kijevi magyar ellenes sajtókampány, amely teljes mértékben érthetetlen a két ország kapcsolatai vizsgálva és a korábbi időszakhoz képest. Legutóbb az ukrán nyelvtörvény esetében is kiállt a határon túli magyarság mellett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. Most az ungvári székház elleni támadással kapcsolatban is hasonlóan közös határozatban fejezték ki tiltakozásokat a képviselők. A megyei közgyűlés napján értesültünk erről az újabb provokációról, amely a határon túli kárpátaljai nemzeti közösségünket érte, és hát a napján, ráadásul amikor közgyűlési tartottuk, evidens volt számunkra, hogy egy határozatban tiltakozzuk, emeljünk fel a hangunkat ezzel a fejlemény ellen, és kérjük a felelősek példás megbüntetését. Az ukrán rendőrség munkatársai vasárnap őrizetbe vettek 5 szemét, akik összefüggésbe hozhatók a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári központi irodája elleni merénylettel. Ezt Twitter oldalán maga az ukrán nemzeti rendőrség vezetője, Szerhij Knyáznyev jelentette be. Az értesülések szerint azt, aki a támadást megrendelte, még keresi az ukrán nemzeti rendőrség.